Egy újabb sikeres rendezvény tudhat maga mögött a Tamási Bringa Sport. Ezúttal a Mountain Bike Diák Olimpia országos döntőjének lebonyolítói voltak. A versenynek a parkerdő adott otthont. Ez a harmadik éve, hogy Mountain Bike Diák Olimpia országos döntőt szervezünk Tamásiban, és az időjárás azért jelentett némi izgalmat, illetve kihívást, de szerencsére a hajnali zivatarok elmúltak, és a versenyzők bejárták a pályát, tehát minden pályaszakasz járható, a talajúimon tökéletes, tehát a nehezebb szakaszok is délutánra fel fognak szikkadni egy kicsit, úgyhogy a pálya minden nyomon a járható. Diákolimpiáról van szó, tehát ezért a tanulói jogviszonya rendelkezők indulhattak, egészen a 7-8 éves korosztálytól a 19-20 évesekig, és A és B kategóriákban, ami azt jelenti, hogy aki versenyengedéllyel rendelkezők és a versenyengedéllyel nem rendelkezők is külön-külön indultak. Tehát összesen 14 szorozva 2, 28 korcsoportunk, ami elég szép szám. Összesen 150 körüli versenyző érkezett el a mai napon, és az ország minden pontjáról érkeztek. Négy különböző pályát jelöltünk ki, tehát korcsoportoktól függően alakítottuk ki a pálya hosszát és nehézségét. A legkisebbek természetesen a kicsi, könnyű pályán mennek, és úgy nehezítettünk, ahogy növekszik a korcsoport, illetve az igazolt versenyzőknek külön nehezebb pályát alakítottunk ki. A pályákat úgy alakították ki a szervezők, hogy ez a kerékpáros szakág megfelelő kihívásait tartogassa az országos diákolimpia résztvevő számára. A pálya nehézsége az, hogy sok helyen egynyomos, tehát nem mindenhol tudnak előzni a versenyzők, és azért vannak benne emelkedők is, a parkerdő azért remek terep ehhez, hogy ilyen szinteket tudjunk belerakni egy pályába. Általában az a visszajelzés érkezik minden rendezvény alkalmával, hogy az ideérkezőknek nagyon tetszik a pálya, nagyon tetszik a környék, szeretik Tamásit, és szívesen jönnek vissza bármikor ide bringázni. A Tamási Bringasport is képviseltette magát az országos versenyen, de tagjai a pályakialakításból is aktívan kivették a részüket. A gyerekek ismerik a terepet, hiszen részt vettek a pálya kialakításában is, és a 150 versenyzőből mintegy 22 tamási diák, úgyhogy nagyon szép szám. A 150 körüli versenyző az ország számos pontjáról, többek között Sopronból, Bükszentkeresztről, Debrecenből, Szekszádról érkezett a Tamási pályára. A Kanizsa 14 kerékpáros egyesület 140 kilométert utazott versenyzőivel a Diákolimpia döntőjére. Nagy Kanizsáról érkezett az egyesületünk, és ugye körönként láttuk a gyerekeket, hogyan fáradnak, egy nagyon jó kis izgalmas pályát sikerült kijelölni. Érkeztünk U9-től egészen U17-es korosztályig, mint látható van jó pár versenyzőnk, legalább 10 gyerekkel jöttünk, úgyhogy minden korosztályban képviseltetjük magunkat. A Covid-járvány miatt ezt a gyerekprogramunkat 2 éves késéssel tudtuk elindítani. Tavaly novemberben kezdtük el a gyerekeknek meghirdetni az edzéseinket, és azóta heti 3 alkalommal rendezünk foglalkozásokat nekik, ahol készségfejlesztéseket, technikai edzéseket és egyéb erőléti edzéseket tartunk a gyerekeknek. A nagykanizsai versenyzők a Tamásiban megrendezett Mountain Bike Diák Olimpia országos döntőjének pályájával teljes mértékben meg voltak elégedve. Hát először levegőhöz próbáltak jutni, nagyon elfáradtak, kihajtották magukat az edzéseken, ugye egymás között nem tudnak ilyen tempót diktálni, nagyon kell ez a fajta versenydruk és a motiváció nekik, de szerencsére úgy néz ki, hogy vannak dobogós helyezéseink, úgyhogy nagyon örülünk, mindenképpen visszatérünk, és a további különböző Tamásiban rendezett versenyekre is fogunk jönni mindenképpen. A csonkrádi versenyző is elégedetten nyilatkozott a pályáról, a 4 kör megtétele rendesen ki is fárasztotta, de még így is a dobogós helyen ért célba a döntő alkalmával. Nehéznek nem nagyon volt, csak hosszú. Hosszú meg volt olyan, ahol menni kell nehezen. Meg csak azért lett sok, mert hosszú volt a táv. Sok volt a ilyen emelkedős éjszak. A versenyzők és a szervezők részéről is elégedettséggel zárult a Tamásiban harmadízben megrendezett Mountain Bike Diák Olimpia országos döntője.